hogyan néz ki 2% testzsír? Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mostani alkalommal egy érdekes témáról fogok beszélni. Egy testépítőt hoztam, Helmut Strabolt, valószínűleg már hallhatatok róla egy másik videómban, de most egy kicsit részletesebben fogok róla beszélni, ki mit kell róla tudni, mivel foglalkozik, hogy híresült el, stb. Úgyhogy vágjunk is bele. Helmut Strabo egy ausztriai származású fitnessmodell testépítő, aki arról lett ismert, hogy neki van az egyik legdefiniáltabb, legszálkásabb teste, akit valaha látott a fitnessvilág. A testzsír százaléka mutatja azt, hogy meddig vihető el ez a sport kőkemény munkával, kitartással és elszántsággal. A csávó amúgy 190 cm magas és 86 és 92 kg között mozog. 12 évesen kezdett testépíteni, hogy megvédhesse magát az iskolába járó srácoktól, akik állandóan löbdösték jobbra-balra, és az nyilvánvalóan neki nem tetszett, és szeretett volna egy kis izmot felépíteni. Egyik haverját követte, aki gyúrós volt és izmos, nagyon izmos volt, az egyik legizmosabb az osztályban, úgyhogy ő neki volt otthon egy kisebb konditeremszerűsége, és ott kezdtek el ugye együtt edzeni. Ahogy ugye Helmut elkezdett edzeni, rájött, hogy ez a gyúrás, ez a testépítés, ez több, mint önvédelem, ez egy életstílus, amit nagyon-nagyon megszeretett és tovább csinált. Úgyhogy rövid időn belül a haverja konkurenciává vált, és próbált még nagyobb súlyokkal edzeni, mint ő, hogy még izmosabb és még erősebb fizikumot felépítse. Akkor ugye Helmut álma az volt, hogy fitness modell legyen, ami később sikerült is. 12-től 16 éves koráig igazából otthon edzett, saját testsúlya, illetve kettő flakonos üveg volt igazából a súlyzója, ugye az használta, tehát 16 éves korában ment konditerembe elsőnek. Titka az első perctől fogva a tökéletes test felépítésére való törekvés, elhivatottság és elszántság volt. Ami amúgy a versenyzést illeti, rengeteg verseny nyert, a legtöbb versenyt megnyerte, nagyon sok naturál verseny indult. Sokak szerint naturál a csávó, illetve ő is naturálnak állítja magát, ezt elég nehéz elhinni, főleg ilyen testzsír százalékkal. Úgyhogy a lényeg, maradjunk csak annyiba, hogy nagyon jó verseny eredményeket ért el, és többször lett világbajnok. A gondolkodásával és kemény munkájával hamar csúcsra jutott, mint testépítésben, mint személyedzésben és modellkedésben is. Ő az élő példa arra, hogy bármit elérhetsz, amit a fejedbe veszel, csak akarnod kell. Edzés elméletei a következők. Bukási végzett sorozatok. Nem minden sorozatot, de mivel próbáltam magát nagyon meghajtani, így hát minden gyakorlatban az utolsó sorozatot bukásig végezte, végkimerülésig. Második az volt, hogy a testére hallgatva edzett, hogyha mondjuk bement hétfőn, ami ugye a nemzetközi mellnap, és éppen azt érezte, hogy de jó lenne segre edzeni, ami elég furcsa, de hogyha mégis azt érezte, akkor nem mellett edzett, hanem mondjuk segget. Tehát az a lényeg, hogy mindig a testére hallgatva edzett, és mindig azt edzette, amit éppen érzett, amire éppen ugye azt érezte, hogy az neki jó lesz, most éppen oké, mellnap jönne, de sokkal több kere van lábhoz, akkor csinál lábat. Úgyhogy ő a testére hallgatva edzett. Nem igazán volt így fix edzésprogramja, hanem bement, azt csinált, amit gondolt. Illetve, ami nagyon fontos, amit nagyon-nagyon kiemelt, az az agy, izom közötti kapcsolat. Az Extreme Styles kényzetéről lehet is látni, hogy nagyon tudja és nagyon érzi, amit csinál. Helmut Strabolt amúgy a világ legszálkásabb emberének tartják, ugyanis 2% testzsírt mértek nála, nem egyszer megmérték, viszont véleményem az erről, hogy a legszálkásabb ember szerintem az Frank McGrath, és Frank McGrathnak a testzsír százaléka 1 és 2% között mozgott, és nyilvánvalóan nem nagy a különbség testzsír százalékban, de én akkor is azt gondolom, hogy valahogy Frank mégis egy kicsit szálkásabb volt, mint ugye Helmut, de Helmutra visszatérve szerintem Helmut fantasztikus testépítő, fantasztikus fitness modell, számomra nehéz elhinni, hogy naturál, nem az izom tömege miatt, inkább amiatt, mert ilyen extrém száraz kondíciót tud tartani egész évben, és ez tényleg az a kondíció, ahol nem tudom, hogy milyen diétát követhet a csávó, de 200% testzsírt tartani egész évben, úgyhogy nincsen semmi egészségügyi baja, az kicsit nehéz elhinni, mert a testnek kell egy jó 8-10% a férfiaknak, hogy minden hormon tudjon termelődni.
most főként ugye a testoszteron hormonra gondolok. 2%-nál már tényleg az a testzsír százalék van, hogy nem tud a test normálisan működni, úgyhogy nekem ezért nehéz elhinni, hogy naturálban 2% testzsírt ért el és azt tartja. De számomra ez tényleg ez a fizikum, meg ez a szárazság meghökkentő. Tényleg 2% testzsír így néz ki. Mit kajálhat az a csávó napi szinten, meg tényleg, hogy milyen alacsony szénhidráton lehet ő, meg mennyit edzhet, milyen intenzív edzést csinálhat, hihetetlen szerintem. Úgyhogy ez az én véleményem róla, szerintem fantasztikus testépítő, fantasztikus fitness modell, nagyon-nagyon száraz, nagyon-nagyon extrém, jó definiált fizikumot hozott és alakított ki, és hát minden tisztelet neki. De ti mit gondoltok róla? Írjátok le kommentbe, és ahogy tudok, majd reagálok rá egy Q&A videóban. Ne felejtsetek el követni Instagramon, aramtaripulfizika nevem, hogy látassátok posztjaimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. És hogyha személyre szabott programot szeretnétek, akkor látogassatok el az aramtaripulfizika.hu weboldalamra, ahol megtaláltok a szolgáltatásaimnak a menetét és az árát is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel, légy szíves! Peace!